Országos bemutatóval nyitotta meg szeptember 22-én 2013-2014-es évadát a Kolozsvári Magyar Opera. Giacchino Rossini Origrófia című vígoperáját vitték nagy sikerrel színpadra, Szabó Emese rendezésében. Kihívások elé állította Rossininak ez a kevésbé játszott operája, az Origrófia, az előadásnak a zenei vezetőjét. Úgy gondolom, hogy a legfőbb kihívás az volt, hogy a leírt kottában levő humort, zenei pezsgést átadjuk a közönségnek. Remélem, hogy ez sikerült. Számomra ez volt a legnagyobb kihívás. Persze egyéb nehézségek is voltak. Nehézség volt a francia nyelv, az énekeseknek a nyakatekert akrobáciára emlékeztető zenei szólamai, amellyel nagyon sikeresen megbirkóztak. Tehát több kihívás is volt, a zenekarnak sem volt könnyű dolga, de úgy gondolom, hogy egy számunkra ismeretlen operát sikerült olyan szinten bemutatni, amely elnyerte a közönségnek a tetszését, és ez engem megelégedéssel tölt el. Meg önt abban, hogy érdemes ezt fölvenni a Kolozsvári Opera repertoáriába? Ahogy a kezembe került a partitúra, és megismerkedtem a zenével, számomra egyből egyértelművé vált, hogy ez annyira értékes zene, és annyira jó zene, hogy ez kár lenne nem bemutatni a kolozsvári közönségnek. Úgyhogy semmi kétségem nem volt abban, hogy ezt igenis meg kell mutatni, mert ezt szereti fogják. Azt hiszem, hogy körülbelül ezelőtt ilyen másfél évvel kezdtünk el komolyabban efelé, az opera fele irányulni, ugyanis körülbelül két évvel ezelőtt kezdtünk el Emesével beszélgetni, hogy mi legyen a következő közös munkánk, és több opera cím volt a palettán, és ebből végül igazából a főszereplő tenor ajánlására lett az Origrófia kiválasztva. Thank you.
Kedves nézőink, Ori grófjának a rendezője, Szabó Emese a vendégem. Szervusz Emese, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szia Emese, köszönöm a meghívást. Hát olasz zene, francia lirai szöveggel fűszerezve a szerelemnek és a bornak a himnikus dicsőítése. Kell ennél több ahhoz, hogy egy opera sikeres legyen? Téged mi kapott meg benne, amikor először elolvastad a szöveget, amikor először hallottad a zenéjét? Hát egyértelműen a cselekmény ragadott meg, de ugyanakkor mi egy picit pragmatikusabbak voltunk a karmesterrel együtt, Jankó Zsolttal. Ez általában az operában így szokott lenni, hogy körülnézünk, hogy milyen énekeseink vannak, és annak függvényében választunk ki egy operát, egy címet, amit a legeslegjobban ki tudunk osztani a szólistáink között. És most az egyszer ez így történt, hogy olyan kiváló hangok adódnak a jelen pillanatban az opera szólistáik között, hogy azt gondoltuk, hogy ez a legmegfelelőbb cím számukra. Nagyon fontos, hogy a megfelelő címet, vagy megfelelő operát, vagy megfelelő partitúrát az énekesek az életük során megfelelőképpen megtalálják, és azt előadhassák. Fejlődésük szempontjából is fontos. Nekünk meg szerintem jó az, hogy az operának most van egy ilyen olasz zenéjű francia vígoperája. Ilyesmi hiányzott nekünk. Ez a mű valamikor a 19. század elején íródott, 1820-valahányban, 28-ban. Nálad nagyon időszerűnek néz ki a te rendezésedben. Nem mondhatom azt, hogy áthelyezted a mába, viszont egy virtuális valóságba helyezted az énekeseket, a szereplőket, és ettől úgy olyan időtlenné vált az opera. Milyen elképzelés mentén? Az elképzelésnek az alapja az, hogy ugye általánosan így fogalmazzák meg az opera kalauzókban is, nagyon egyszerűen, hogy ez a szerelem és a bornak az ünnepléséről szól ez a vígjáték. Az igazság az, hogy tulajdonképpen a szerelmi játékokról szól, az, ahogyan a férfiak hódítanak, a nők fogadják az udvarlást, vagy elutasítják, vagy elmenekülnek előle, vagy különböző játék szerepeket öltenek azért, hogy végre létrehozzák és végrehajtsák ezeket a vágyaikat. Valahogy én ezt összekapcsoltam azzal a gondolattal, hogy a mai világban az emberek a kapcsolataiknak nagy részét virtuálisan élik meg. Ugye virtuálisan, elektronikusan levelezünk, már a posta is ómódi, mondhatni, chat szobákban, ilyen társalgási, közösségi oldalakon, akár ilyen teljesen intim és magánéletet is élhetünk, lehetséges, ugyanis a párbeszédre, a kommunikálásra lehetőség adott, meg hát ezt elmondtam már, hogy ez olyan viccesnek tartom, hogy az ember már azáltal, hogy az elektronikus eszközöket használja, olyan abszurdá válik. Tehát, hogy ő maga elzárja a lehetőségét annak, hogy direkt kapcsolatot létesítsen a másik emberrel, vagy éppen a vágyott személlyel, akire a legjobban vágyik. És azt gondoltam, hogy ez valahol olyan, mint a 19. században volt az, hogy a férfiak állarcot öltöttek, vagy különböző szerepekbe bújtak azért, hogy megközelítsék a nőket, vagy ahogy ez az opera librettojában le van írva, és ezt próbáltuk mi ötvözni, tehát inkább nem is modern ez a rendezés, hanem inkább általánosan értelmezi ezeket a szerelmi játékokat. Egyébként, hogyha már
az idősávon való elhelyezéséről beszélünk, akkor lehet, hogy bizonyos nézőknek gondot okozott ez a betájolás, akik föltétlenül be akarják tájolni, hogy mikor is játszódik le a cselekmény, hiszen a női szereplők, meg a női kar, az korhű, középkori jellegű ruhákba volt öltözve, míg a férfiak, hát azok nagyon is a mát reprezentálták, legalábbis az előadásnak abban a részében, ahol még nem öltötték fel az apáca ruhát, és nem tették fel a fityulát a fejükre. Igen, ez azért van, mert pontosan ez az alapja ennek a játék elképzelésnek, hogy a férfiak, mintha egy játékot játszanának, amiben elképzelik a nőket, akik tökéletesek, gyönyörűségesek, mind egyformák, mind nyitottak, és fogadják az udvarlást, és eszményiek, ilyen szinte irreálisak, ezért jelennek ők meg ezekben a középkori képzeletbeli, gyönyörű, színes, pompás viseletekben, a férfiak pedig ők meg mai egyszerű hódítóként. Lehet, hogy csak álmodta Ori grófja, hogy végül is meghódítja szívének az úrnőjét, Adelt. Megváltozott a te rendezésedben, megváltozott az előadásnak a vége. Aki esetleg utána nézett egy opera kalauzban, hogy miről is szól a cselekmény, az ott azt olvashatta, hogy hát miután bejut apáca jelmezben a várba, Adel közelébe, Ori grófja, és elkezdődik az ostrom, a beteljesülés pillanata előtt megérkezik a grófnőnek a férje a szentföldi hadjáratból, és akkor Ori grófjának csúfosan menekülnie kell. Nos, hát a csúfos menekülésből a te változatodban az lett, hogy Ori grófja és Adel egymásra talál, és a színpadra bejövő keresztes lovagok tulajdonképpen Ori grófjának a társai, akik csak a tréfa kedvéért öltötték fel ezt a jelmezt. Miért? Hát, tulajdonképpen nem csak ez változott meg ebben a rendezésben. Az eredeti szövegkönyv szerint Adelnak nincs is férje, hanem a testvérét várja haza a keresztes hadjáratból, ami egy picit ugye még elpuhítaná ebben az esetben ezt a szerelmi hódítási hadjáratot, mert akkor ugye szabad volna eszményileg vagy etikailag a pálya. Az is megváltozott, hogy végül is ők a tercetben, azban a bizonyos franciául ménage à trois jelenetben, ahol aztán végül az egész várbeliek, mindenki egymásra talál, az megtörténik, tehát az aktus az megtörténik, és a végét pedig azzal előztük meg, hogy igazából az egész hadjárat mesét Ori találja ki abban a pillanatban, amikor felfedik az első felvonásban a kilétét. Tehát az első álca megbukik, hát akkor megelőzöm egy levéllel, ami azt a hírt hozza, hogy érkeznek haza a hadjáratból a kedvesek, férjek, hitvesek, és az előtt még megpróbál apácaként a társaival bejutni a várban, és amikor megérkeznek ezzel ugye a hadjáratból érkező férfiak, akkor kiderül, hogy az is egy álca, amivel mondjuk azt próbáltuk eljátszani, hogy tulajdonképpen minden helyzet, élethelyzet a kapcsolatokban egy játék, vagy egy álca, lehet úgy képzelni, nem? Biztos, hogy igen. Nagyon fiatal szólistákkal dolgoztál. Hogyan működött a kapcsolat köztetek? Ez nagyon hálás dolog, hogyha korban is közel vagyunk egymáshoz, de inkább itt az volt az elsődleges szerencse és szempont, hogy mindannyian rendkívül jó adottságokkal, gondolok itt az énekesekre, az énekkarra, a zenekarra, jó adottságokkal bírnak ahhoz, hogy létrejöjjön egy ilyen produkció. Ami azért fontos hangsúlyozni, mert ugye ez nem egy gyakran előadott műfaja az operánknak. Reméljük, hogy az öntől ez is változik. Nagyon jó hangulat volt, úgy mindenki telt erőkkel jött vissza a nyári szünidőről, úgyhogy... Hát a jó hangulat az megőrződött a bemutatón is, mert tényleg a nagy taps alapján azt lehet mondani, hogy sikeres volt a bemutató, sikeres volt a munkád, Emese, gratulálok, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk. Szépen.